It's Friday night. How I'm longing for this day. Yes, I'm single. Oh, we want to mingle. And my friends are on the way. You got that good goodbye. I want to spend some time back with you. Sziasztok! Ismét egy haul videó, de most azért vagyok nagyon-nagyon izgatott, mert ez a márka, ez nekem a szerelmem. Szóval, de komolyan, egyszerűen oda vagyok érte, és így annyira örültem, hogy most így velőlük csinálhatok egy holt, és na jó, nem húzom tovább az időt, kezdjünk is neki. És lesz egy kód is, amivel olcsóbban tudtok vásárolni a Nakednek az oldalán is, tényleg lessétek meg, mert annyira jó és annyira minőségi cuccaik vannak, én tényleg el vagyok ájulva tőlük, de mutatom is őket. Kezdjük tehát azzal, ami rajtam van, ez egy kicsit ilyen pulcsisabb, melegebb anyagú kis felső, ami nekem azért tetszett, mert olyan kis különleges, olyan picit ilyen nőies, és én mostában mindig arra megyek rá, hogy úgy általánosan kicsit nőiesebb cuccokat vegyek, mert én világéletemben inkább olyan sportosan öltöztem, jó, sportosan nőiesen, de azért inkább sportosan. És mostanában pedig egyre azt érzem, hogy tökre jó lenne, hogyha több ilyen kicsit csajosabb cuccom lenne, ez pedig pont olyan, és imádom a színét is, ezek a kis cuki kis kötőcuccok is annyira jók, úgyhogy imádom. A következő, mindjárt kifordítom, ez a sima, egyszerű, de nehéz. Na jó, hát ez bonyolultabb, mint gondoltam. Szóval, ez a sima, egyszerű, sárga, V-nyakú felső, ami amúgy egy SS, és én SS méret vagyok, a H&M-ben egyedül 34-eset szoktam vásárolni, de meg kell mondjam, hogy az egyel kisebb méretek jók rám általában. Szóval innen is, amit rendeltem, az általában a méretemnél egyel kisebb, úgyhogy ehhez tartsátok magatokat ti is, hogyha esetleg rendelnétek bármit is. Ezen tényleg nagyon nincs mit magyarázni, sima, egyszerű, sárga póló, de nem tudom, a sárga pólókkal, meg ugye sárga cuccokkal úgy vagyok, hogyha felveszem őket, akkor ilyen instant napsugár, instant jó kedvem lesz, úgyhogy imádom, mindenre jó. A következő egy pulóver, egy ilyen kis bebújós, laza, igen, jó, hogy azt mondtam, hogy nőies cuccokat választottam, de ez csak ilyen laza. És ami megtetszett benne a színén kívül, mert van egy ilyen kis retro feelingje az egésznek, ez a Good Vibes felirat, amit igazából hashtagként rengetegszer szoktam így Instán használni, de valahogy ebben az egész pulcsiban benne van egy ilyen kis nyárias, szörfözős, szabadságérzetes, nem tudom, valahogy annyira kis jó, úgyhogy én így megláttam, és így nekem ez kell, úgyhogy ez is nagyon meleg, finom, puha, annyira komolyan olyan anyaguk van ezeknek a cuccoknak. Szerintem már egy másik holba is mondtam, hogy én mindig úgy szoktam vásárolni, hogy tapogatok. Nem is nézem, hanem így csukott szemmel, így tapogatom végig az anyagokat, és ezeknek ilyen... Szóval király. A következő az egy elegánsabb, bebújós, kezes lábas. Igen, egy hátrányuk van ezeknek, nagyon nehéz bennük mosdóba elmenni, de hogyha ettől eltekintünk, iszonyú elegánsak és nagyon csinosak. Ennek is kicsit hasonló színe van, talán kicsit rozsdásabb színe, mint a felsőmnek, de hihetetlen elegáns és nőies. Nem túl sok, pont így az arany középút konkrétan. Szóval, ha van valami kicsit elegánsabb esemény, ahova így ki akar öltözni az ember, akkor szerintem ez így a tökéletes választás. Ez viszont nekem egy kicsit szűk. Ez egy XS-es, egy 34-es, úgyhogy talán az ilyen szűkebb fazonokból inkább maradnék az SS-nél, szóval a 36-os méretnél, úgyhogy ezt csak így mondom nektek. Miért folytatnám a videót? Kisorsolom a napszemcsit, ami az előző, előtti, mindegy, a nyereményjátékos videóban volt szó erről a vegán napszemcsiről, ugye a Vegán Ninjától. Nagyon-nagyon gratulálok a nyertesnek, kérlek szépen vedd fel velem a kapcsolatot Instagramon, DM-be, vagy írd nekem Facebookon, a Soulshine by Andi Facebook oldalán. Mindig megkapom, mindig elolvasom, úgyhogy még egyszer nagyon-nagyon gratulálok. És ehhez is kaptok egy kedvezményt, hogyha szeretnétek ilyen nagyon király vegán napszemcsiket kapni, úgyhogy a kódot szintén az infoboxon megtaláljátok, úgyhogy mindenképpen lessétek meg, és nézzétek meg a Vegán Ninja oldalát is. Úgyhogy még egyszer köszönöm nektek, hogy részt vettetek a nyereményjátékban, és aki nem nyert, ne szomorkodjon, mert biztos vagyok benne, hogy a közeljövőben lesz még nyereményjáték, és még egyszer köszönöm szépen ezt a sok embert, ezt a sok feliratkozót, mert tényleg hihetetlenek vagytok, úgyhogy a taps az nektek jár, de most ugorjunk is vissza a ruhákhoz.
A következő a pulcsin kívül a másik hihetetlenül nagy szerelmem, és nem tudom, én sose hordtam ilyeneket, mert valahogy olyan érzésem volt, mintha egy ilyen kis fehér nemű lenne rajtam, de ez így megláttam, és így uramatyám, nekem ez kell. Szóval ez a csipke nagyon-nagyon szép, az előző videómban ez volt rajtam, a rendes videómban. Igazából akkor ezt a videót akartam volna elkezdeni felvenni, csak ugye így más jött az agyamba, úgyhogy inkább akkor most nem ugyanazt vettem föl. De az alja is csipkés, a teteje is csipkés, és nagyon csinos fölvéve, nem nagyon szoros, de nagyon jó, nagyon jó. Ennek is van valami különleges feelingje, hogyha felveszi az ember. Valahogy ezt a szót ebben a videóban nagyon sokszor használom most, de tényleg ezek olyan kis feelinges ruhák. Úgyhogy ez tényleg. Ez is 36-os, szerintem a 34-es is jó lett volna nekem, de mivel állítható a pántja, ezért nagyon praktikus, szóval tudod állítgatni így mellmérethez mérten, hogy jó. Az utolsó pedig ez a zöld póló, aminek a nyakán van ez a kis különleges, ez mostanában divat ugye, hogy egy plusz ilyen kis nyakpánszerűség így van a pólókon. Ez is hasonló, mint a sárga, szóval szinte bármikor, bármihez fel tudod venni, feldobja a szettedet. Nagyon jó kis vidám színe van, ilyen kis mentazöld, vagy sárga, zöld, nem tudom, szerintem ez zöld, ez mentazöld. Ez tipikus, ez a... A lányok mindennek mindig tudják a színét, hát én nem. Legyen mondjuk ez ment a zöld, elmegy ment a zöldnek. Úgyhogy ezt is nagyon-nagyon szeretem, és hihetetlenül kényelmes. És a kódotok a ruhákhoz a Laudon20, úgyhogy ha ezt beírjátok a vásárlásatok végén, akkor kaptok 20% kedvezményt, és higgyétek el, én rég tapasztaltam ilyen magasfokú minőséget ruháknál, úgyhogy nézzetek körbe az oldalon, én teljesen oda vagyok ezekért a cuccokért. Úgyhogy írjátok meg kommentben, hogy nektek melyik ruha tetszett a legjobban, szerintetek melyik áll nekem a legjobban. És hogyha tetszett a videó, mindenképpen nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornára is, és nyomjátok meg a csengettyűt, és akkor nem maradtok le egy új videóról sem. És nagyon szépen köszönöm nektek, hogy itt voltatok, és legközelebb találkozunk. Sziasztok!